Lélek meg vonat, nem? Valami képet lőni kéne. De kurva meleg. És most mi zúl a suliból neked? Bukó. Majd csak ki tudod javítani. Majd meglátjuk, mi lesz. Egy tantárgyon nem újjon ma. Hát csak abból meg pont hülye vagyok. Van beated, vagy valami? Aha. Csináltál otthon? Nyomok valamit. Van fenn drive-on. A új szöveg, vagy valamit alakítsunk tovább? Hát nem tudom. Ez nem bandát, inkább már egy család, hogy tettem, tükröződik Corleone nyakán, és nincsen kiút. Tudom, azt hitted, minden azból így vagy úgy, getsz úgy, és kapsz is lesz megdermet, mert minden fűszám fáj. Mint jó szívű, kis szív, egy tisztítos család. Furcsa ez nekem, hogy már a haverjaim hallgatják, nem jöttek rá arra bennem, démonokat hallatják. A hulla érzett engem soha nem gátol meg semmiben, azt mondták nekem, hogy te nem leszel jó már semmiben. Megmutatnám karriered, ja hát ez most semmilyen, de majd lehetsz egy dicső szarszag egy penészes szendvicsen. Egy penészes szendvicsen. Éppen ész a szendvicsen. Refrénre viszont nem maradtunk. Még kéne refrén is? Hát valami kéne, hogyha már annyira beszéljük. Nincs, hogy gyújtod. De tudod, mi a baj? Megcsinálok egy zenét, és akkor három nap múlva meg már úgy érzem, hogy ez full szar. Szerintem oszoljunk fel. Oszoljunk fel? Uh-huh. Most? Most. Ilyen gyorsan? Hát... Találjunk ki valamilyen nevet, mert a Tóth Benedek és a Ledó Márton picit flávó szerintem. Ha múltkor ráírtad a lapra azt a tompulós fiatalokat, vagy mi az? Ilyen tompuló fiatalok? Tompuló fiatalokat. Végül is amúgy jól körbeír minket szerintem. Én most mondanám neked, hogy tompuló fiatalok, mire gondolsz? Gangsta Zolira. Jó, tompuló. Jó. Tudsz valami mást? Gyújtó. Nem a vak rapper akarok lenni, hanem a rapper, aki vak. Válasz ki egy vagy több audiót. Szívtam magamba a kultúrát, mindent meg akartam tudni, megtanulni, hogyan kell vakon szemplerezni. Azt érzed, sehova se érsz el, bet a karahó, megint befagyott a kép, ideg merev ez a póz, mire gyújtanád a fényt, belekavar ez az űr, a léthez szapadás, neked semmit nem adott, válts paradigmát, inkább mit egy feladod, ja. Devi. Igen. Itt a kávéd. 10 éves koromra elvesztettem a látásomat teljesen, és elkezdtem befelé figyelni. Talán pont ezért a rap, meg ezért a költészet, mindazok az emlékek, amik megmaradtak a fejemben, hogy milyen látni, szavakba tudom most már csak elmondani. Bár ezzel én nem találtam. Pozitív volt. Azt hallottam, hogy az nem oké, hogy ennyi ideje csinálom, és akkor ülök a szobába, és írom a zenét, és kirakom netre, és semmi nincs belőle. Kinek írom, kik hallják. Én sem mindig hiszem ezt el egyébként magamnak. Aztán, mikor teljesen feladom, akkor jön egy open mic, és akkor azt mondja Szeit, hogy nyomjál Dezső, és akkor így azért megnyugszok, hogy jó úton vagyok. Mi van open mic? Megjöttünk. 5-kor aludtam el, és 8-kor keltünk. Ha ma nem esek össze soha. Az egyik haverom mondta, hogy jelentkezve, mert sose lehet tudni. De mi a neve? Artis Jus. Artis Jus. Jus? Aha. Azt mondja, hogy az a rep, hogy gyorsan mondasz sok dolgot egymás után. Ők ezt sok magyar dolgot sem sziszi szerintem. Szasztok! Hányan vagyunk? 23-an, ugye? Egy srác személyes okokra hivatkozva nem folytatta a versenyt. És Ricsi itt van velünk, a.k.a. Beat Bull. Sziasztok! Sziasztok, Ricsi!
Udvarhelyi Ricsi, vagyis Beatbull. Háromszoros országos freestyle bajnok, a Budapest Open Mic állandó MC-je. Itt lesznek veletek a mentorok is, Ricsi is, én is, úgyhogy chill. Nagyon várom azokat a szituációkat, ami a komfortzónámon kívül van így zeneileg. Kurva jó, ilyen önismereti út lesz, biztos vagyok benne ez az egész. Igazából ne nézzétek a fejem, elég ramagy. Ez a hét, ez kemény. Tegnap is reggel 6-kor már úton voltam, este 8-kor értem az a munkából. Nagyon várom már az Open Mic-os történetet Pesten, mert az fel fog tölteni, én úgy érzem. Érkeznek a mentorok. Zoli bácsi, tessék befáradni! Legyen szíves! Kicsoda mi? Az én fő hülyén, bazdnek. A Leklár. Okozt egy gyerek, kamátszalag. Leklár hangoskodik már megint. Első kiesők sajnos a Real Madrid vezet fiatalember. Az emlékére egy perces néma gitár szóló. Megoldott, tessék. Ezért még egyszer. Két új ember, mert nem ismeritek egymást, közben így körülnéztetek, hogy ki kicsoda, izé, mi merre, hány méter, izé, megvan. Jó. Szóval a Szájt csapatában az meg, van egy török Szent Miklós srác, igen? Aki szinte az unokatesom. Együtt gyerekeskedtünk, hogy szét kell zúzni őket a faszba. Jó. Még nagyobb a versenyszellem. Oké, skacok, egy kis figyelmet kérnék. A feladat a következő. Szöveget kell írni minden csapatnak külön-külön. Erre kicsit több, mint 3 órátok lesz. A hívó szó az otthon. Jönni fog egy DJ, DJ van AB, hozni fog 50 alapot nektek, amik közül tudtok válogatni. Most vagytok 23-an, a forduló végére 12-en fogtok maradni. Akkor már lefeleződünk. Tiétek a terep. Let's go! Hogy mondod? Dumáljunk egy kicsit, hogy kinek milyen ötlete van, szerintem tegyük össze. Jó. Azt, hogy otthon mi? Maga a rap nektek hogy adott van? Mert mindenki arról fog írni, hogy hát én innen jöttem, én ezt mondom el, hogy a pödöb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 ö. Szívem szerint arról írnék, amilyen érzéseket kelt bennem az otthon. Azért mindenki ezt fogja csinálni, csak ki akarunk tűnni, akkor nem olyat kell csinálni, mint mindenki más. Volt egy zenekar, bazdmeg a Who's the looking in my window? Ez volt a refrény. Who's the looking in my window? Pow! Nobody now! Ez de kurva jó. Hogy mi úgy fogjuk fel az otthont, mint ez a Who's that looking in my window. Ki jött be az otthonomba? Dír, már senki, bazd meg! Otthon ügyeket ezt az elég sok oldalról meg lehet közelítgetni. Ez mindig nagyon jó. Ami még ezt az ilyen csapatjátékosságot erősíti, hogyha van ilyen váratlanság benne, hogy valaki bekezd, uh-huh. és a negyedik sornál becsatlakozik valaki, aztán visszaadja. Meg a közös refrén. Több impulzusért több helyről, és ja, ilyen poppibb lesz, de mégis ez a kőrepesebb, mert valaki nem úgy fogja rá. Arra gondoltam, hogy a színet is kilent benne alakít, hogy simán az otthonról. És mivel ugye így a fele csapat az nem pécsi, meg pécsiek vagyunk, ezért ez eléggé ki tud jönni. És hogyha úgy nyomjuk, hogy lenne benne egy fő motivum, hogy mondjuk hol van az otthon, ezt valahogy belevisszük, és akkor passzolgatjuk körbe, hogy kinek hol van az otthon, mindenki ad egy képet. El az, hogy meglegyen a verze, meg a saját sztori, és aztán meg azt meg így fésülgessük össze. Legyen az akkor, hogy hogy színpad vagy kb. És otthon vagyok, és akkor onnan már lehet bontogatni mindenkinek. Ha otthonból úgy kezdjük, hogy mondjuk T vagyok az otthonban, és akkor utána egy T betűs szóra írod meg kb. Az egész szöveget, hogy mondjuk te vagy a T-boy, vagy bármit választod, és akkor nem kell, hogy az otthon legyen a téma, hanem csak az otthonból egy betűvel kezdődő szóra írod meg az egész. Az nagy. Hú vagyok az otthonban, és akkor elmondod a szót, és akkor arra írod a szöveget. Igen, igen. Ezt a következő T vagyok az otthonban. Igen. Akkor ó, te H vagy, a Dezső jött, akkor te vagy a másik ó. Írjatok egy vagy két fasza sort, ami ez az otthon, és így jól össze tudja fogni, és mind el tudtok rajta indulni. Sokkal jobban lehet úgy kinyitni egy témát, hogy elkezded valami kicsiből, amit rögtön megért a másik, és utána, ahogy viszed följebb, úgy már érthető lesz. De mondjuk én valami rendes refrént is adnék. Ja, én is egy ilyen négy sort kétszer. Inkább valami. Vagy ha nem is négy sor kétszer, de mert végül is a gegének abban igaza van, hogyha azt ilyen megegyezhetőt, akkor lehet egy sor négyszer. Mindenki írjon még egy négyes refrént, csak írja a legjobb, az viszi, oké? Okay? Amúgy. Először hallgatgassuk le a beateket szerintem. Én is azt mondtam. Jó, nézzük rá. Nem sok időnk van, szóval. Jó, hát dehogy nem sok időnk van, 3 óra. Négy lemez elég. Van, vagy 50 sincs már. Az már egy másik óra. Ez
kezdeni. Nem, nem. Egyből lekiverült vele. Nem, abszolút nem. Lehet mindenre. Ez jó. Nekem az otthon. Mindent a szemed, nekem az otthon. Mindent a szemed, Őrsi András, vagyis DJ Van AB, a Slow Village egyik zenei producere és scratch mestere, a fővárosi rap cirkusz DJ-je és a Tilos Rádió Sample Temple című műsorának hostja. Összeraktunk nektek egy csomó beatet mappákba tempók szerint, és akkor ebből kellene ugye kiválasztani valamit, amire tudtok majd kényelmesen együtt rappelni, megírni. Annyit az alapokkal kapcsolatban, hogy én rakom be nektek, amikor rappelés lesz, és hogyha van olyan, ami tetszik, de kicsit túl gyors vagy túl lassú, akkor azt én megeditálom, tudok rajta változtatni, jó? Vagy hogyha valaki énekel esetleg, és hangnemet kell csúsztatni, akkor azt jó, tudunk ide-oda egy kicsit tologatni rajtuk. Egyébként énekes vagyok leginkább. Aha. És hogyha akartok énekes refrént, akkor azt is csinálhatunk. Az nem hülyeség egyébként. A refrén az nem számít be a 16-ba, tehát hogyha írtok egy refrént hozzá, akkor az külön van. Az meg van külön hely. Nyilván tök sokan vagytok, meg tök sok fajta zene van. Örülünk, hogyha egyet találtok. De hogyha nagyon beletörne ebbe a bicskátok, akkor nézzetek esetleg kettő zenét, amit én majd összegyógyítok. Egy beat switchre gondoltunk, nem is egy ilyen összemixelős, hanem pont, hogy éles váltása, mert egyébként a legelső, amit meg arra itt mindenki elkezdett már freestyle-ozás volt, meg mindent. Én azt találtam ki, igen. Amikor végigmegyek, akkor próbálom bemarkerezni, hogy meglegyen, és akkor ilyen összenézősen. A Dezső azt mondta, az főleg nálam jó az összenézés. Ja. Ez faj. Meg kell hallanod, Dezső, ahogy összenézünk. A szemrebbenés. Szóval akkor valamelyik őtök így bökje oldalba, vagy nem tudom. Menjetek hozzám valamit. Mennyire cink, hogy olvasnám? Nem, azt mondták, hogy ezt lehet. Nem, cink, jó. Nem, az első két sor megvan. Úgy kell, szóval úgy kéne tesi amúgy, vagy én úgy fogom rászni, hogy csak így tudod, így rápillantok, és akkor utána megvan. A gang style, konkrétan lelőnek mindenkit a refrénben. Azt látod, az túl vagy. Jó, és az is benne lenne. Ah, jó. Tehát lenne öt verzék, ebből kéne csinálni három verzét, úgyhogy valaki egyedül. Tudom, csak hogy... Verzék? Egyedül? Te lenni egyedül? Csak a két srác együtt, ők úgyis jön mind a kettő ilyen izét. Kapod, hogy meg tesó! Na jó, írjuk szöveget a faszomba. Így van. Neked az idegen, nekem az otthon. A dönösségünk anyag úton, tálandjuk a nevét a vében az otthon. Tipere ide, tipere van. Neked az otthon, mikor létre a rímeket mondom, és a gágyik csak kérdik, hogy van-e nálam pont. Nekem az otthon, talán két kar vagy láb között van, ami vértesz, ha éppen kigász, az ön van. 10 emeletesek, mik lőttek ki a földből, és mégis az összes már bűzlik a zöldtől. Nekem az otthon, a fűszakban bent van. Nekem az otthon, nem lehet, csak előttetek csinálom, megkívánom a fényt és a soromat, én kivárom, meg kivágom magamat, elhiszitek majd a szavakat, a fekete hadakat, meglátjátok. Akkor kiakadt, meg kiakadok. Megjött most a cool gang a lábunk közül, agatyángol a faszunk, az jól kileng az utca szám. Utca diploma, hogyha beköszönünk, akkor leköszön minden kis koma. Aki velünk van, annak otthon marad, de nincs oka. Valami ilyes a vége áll. Színeket kell hoznom, hogy a tegem lenne kopja. Az jó, nekem adja. Színeket kell hoznom. Színeket kell. Mit mondtál, hogy festéket kell? Festéket kell lopnom. De a festék... De festéket? Nem feltétlenül festéket. De az jó, de a lopnom, de a lop az nekem jobb, mint a lopnom. Színeket kell lopnom, a tegem lenne kopjó. Tényleg szívlélek, lopnom, kopnom, pincébe. Akkor a duplák a sor végén. Meg a lopnom, kopjon, pincébe. Akkor most már csak a beat kéne, hogy elég hosszú legyen, azt meg is lehetne. Itt kéne. Van a beat kéne, hogy így hosszabb legyen. Itt élek, itt kéne.
kezdődött el nálunk a fiatalok túlérés. Megfestett valami dzsungel feelingot, ha most kékek jelenése volt, elfelé vagy hozogos. Eldugott boros, omladozó falak, para volt a falon megjelenő ismeretlen alak. A nagyanyám mindig ugyanígy csinálta, arra járt. Mindig eszembült a gyerekkorom. Yeah. Viszont szerintem jobb lenne, hogyha kicsit felosztanátok, hogy nem nyomnátok végig az egészet együtt. Ennek a kör végén kezd el? Meg most. Tudod, te soha én vagyok az otthonban a hát. Ha sokat pedelek, csúszok a pad alá. Kurva gyorsan mindenkivel a pult körül szembenézek, köpök a piádba, de te sose úgy összembeszélnek otthonom a stage. Ha beindulnak a turbinák, megérkezett a miskolci túlvilági új brigád. Így jó, nem? Mert pont a túlvilági új brigádnál van a kis kiállás is, és utána letisztul. Jó. Jó, haj. Yeah. Jövünk, mint a szitek, a fogadtatás hideg. Mennem van az ideg, és ezt észre sem veszitek. És ez elég szopó, ettől leszek lokó. Sziempe pelig rosszó, azt mondja, nyakba bassza koszó, kopkó. Kiszopják a szomszédok, körbe vesznek évszakok. Ahogy mondtam, a zene, én vagyok. Esküszöm az életemre, meg apámért. 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 Esküszöm, igen, a küszöm meg. Most már senki sem. Ez az én a zenészbe, anyám szokta nagyon. Képzeld a gyerek, az a szar én vagyok. Jaj, de nagypam, fett a kék testető. Vagy itt minden trapper, egy fasz méregető. Én nem szólok vissza, anyám itt van. Esküszöm az életem, meg apám él a. Tudod, mint nagy, már fáradt vagyok. Vasárnapi ebéd, ez már álomhajó. Van eltetem én is, csak grindolgatok. Most már mi is lehetünk másnaposok. Bandi, van egy kérdésünk, a két beat ki lett választva, az egyik hangulatban... Az egyik a 80-as. Igen, és a másik 90. Ha megdöglik mind a kettő, ha felgyorsul vagy lelassul, akkor más kell választani. Megnézzük, hogy van-e valami sweet spot a kettő között. Életben nem teszik a lábukat a budai fitúrok, inkább egyedül. Mulatok és sírok, azt mindjárt menekül, hogyha remekelek. Nekem mindegy, hol ébrednek, otthonom a zene, a rap. Sodik emellett, mégis mindenki rend. Deep right, zonik, szállok, nem léteznek a tárok. Kütszáz troll irán, vonyit bárhogy csinál. Felháborít kár, ezzel számolni már. Az oltás felek meg. Sét hülyéjen. Mi ez a kicsit? Kérdés, hogy elfordultál, hogy ezen a borzalmazás egy zsiva jelöl, mi? Jaj, persze, igen. De jó, jó leszel? Persze, jó leszel, csak így a csendben könnyebb. Jó van, drágám, jó, jó, jó. Ez az intro loop, és itt jönnél be. Ki? Igen, és te már nyomod a szépen. Most komolyan ma megfelezzük a versenyzők számát. Én nem tudtam, hogy ez így lesz, de hát ezek szerint. Ja. És mit, 16 sorra van az embernek? Köszi. Köszönjük szépen. Köszi szépen. Ja, hogyha akarod átírni még, bro, akkor, vagy akarsz még beleírni többet, akkor írj bele. Én nem fogom megmondani, hogy ne írj bele többet, csak szerintem ez így izé. Jó. Szerintem ez így fasza meg neked. Amúgy is a hangodnak szerintem jobban áll az, hogy kicsit izé, kicsit nagyobb teret van. Aha. Nem fogsz kiesni. Annyira egyedül. Belőled, ja, de hogy érted, az is van, hogy ha maga az egész nem lesz jó, akkor abban nem tud kiemelkedni senki. Na, szevasztok, srácok! Mindenki itt van? Jöjj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 j
egyenként. Gyere, Enikő! Enikő digitális zeneipari szakember, a VMMD ügyvezetője és társtulajdonosa. Sasa az Aquarium programigazgatója, a Bánkító Fesztivál zenei programszervezője, Kamau Makumi, zeneszerző, producer, énekes, a Mary Pop Kids zenekar frontembere, a Banana Records kiadó alapítója, Dani zeneipari szakértő, producer, oktató és zenei tartalomgyártó. Az lesz a feladatotok, hogy a zsűri tagok minden régióból választanak két embert,
A mentorok pedig kapnak egy mentőövet, tehát két továbbjutó, akiket a zsűrik visznek tovább, és egy, akiket a mentorok. És lesz még egy külön díjunk is, amit az a produkció fog kapni, az a csapat, aki a legegységesebb, legszínpadképesebb produkciót hozza el. Hogy ez a külön díj mit fog jelenteni, ez a későbbiekben ki fog derülni. Én azt mondom, hogy akkor kezdjük el a versenyt. Nyomod, 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 nyomod. Yeah. Gyertek már őrébe. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Arra dönjön, nem jön be a fény, belefér. Ez a sok gondolat nem is az enyém, hey. Én már azt se tudom, hogy ki vagyok én. A gyerek a pultnál, vagy a kanapén. Látod, megint csak egy szoba, ami ránk maradt. Beaszok a székem, majd felkelek az ágy alatt. Ez egy tenger alatt járó, mint a Beatlesben. Ugye ízlik, savanyúri bizlikkel. Hey. Eldugott poros, omladozó falak. Para volt a falon megjelenő ismeretlen alak. Komoly hely volt sajnos, mára már csak törmelék. Lett helyére valami szar, újabb puccos törmelék. Oh, ez az arra itt élek, oh. Itt marad a szívlélek, csak a szíveket kell lopnom, a tegem lenne kopjon. Két viszek a pincébe, ó. Ha valkámot csalni jársz a partizánmal rád vár. Ha pedáns vagy a kiáratnál, kérdezik ő pászlát. Ja, mert 11 a district, capslock itt maradok. Nem a Big Mac lett kisebb, a pofátok lett nagyobb. Maradok inkább benne vár a monoton négy falam nyugalmakat. Haton tejszínen sok benne perepet kellene, az sugalja, hogy jön nekem ez az alap, hogy kelemen maradok. Kalandot keresel, gyerelek hajra, majd a Rios két tög hajra. Baszott érdez szállnak capslock. Pápán, otthon vagyok Veszprémben, a kosárpályán, a krimóban, a verzékben. Felénk a diki szájba hordják, ez faszíz. Ha szakad a kép, úgy makogok, mint a Matiz. Veszprémben én vagyok a város repréme, otthonra leltem a KK404-ben. Amsterdamban, majd a Rádai eszibe, Pesti a belvára. Rotterdamban kezdve szép kis házban, általános gyárva, kisebb gárda vellem. Senkinek jó. Nem gyarapszik meg az eurója, á, ameddig a szabályokat ránk az eurója. Mennyi is egy ingatlan, hadd menjen a pislogás, az áru kis ingatlan, aztán faszom kiszobás. Balkán ismét nem más, mint egy puska poros hordó, egy tiszta törő közül meg egy kurva koszos mosdó. Oh, oh, ez az otthon itt élek, oh, oh, itt marad a szívlélek. Csak színeket kell hoznom, a tegem lenne kopjon. Mét hiszek a pincébe. Oh, oh, oh. Kösz! Szerintem ez egy jó kezdet volt, és én most megnyugodtam, hogy itt lesz, mivel dolgoznunk. Sokkal magabiztosabbak lesztek, hogyha nem így próbáljátok túlkiabálni, hanem így szépen közel is, akkor nem kell ezzel foglalkozni, a dinamika hogy van. Kecskemétről vagyok, és ilyen haverjaim vágtak mindig deszkáns videókat, és az alatt volt ilyen zene, meg ilyen formák, szóval visszahoztatok valami pillanatot. Tök jó volt látni, hogy refrit így együtt nyomtátok meg, hogy amíg mások rappeltek, többiek nyomták rá az adlibeket. Valamilyen szinten nyilván ez egy verseny, de hogy szerintem maga a rap, meg a hip-hop az meg egy ilyen közösség. Vagyok az otthonban, mára már lenyugodtam, de marad bennem világ véget, káosz is csak nyomokban. Okos szövegek nem hagynak cserben szótagok. Körbe futok, mert az otthonban én ó vagyok. Mi vagyunk az otthonban, a kvintett egy téken. Hét óra tekintettel, tiszegünk haftákban. Gombos tű a térkép, THC a vérképe. Kalitevet Tabival egy gyors TH a WC-be. Otthonom Szentendre, de Pestre hoztak az angyalok. Halva születtem, s élek most az otthonban, egy té vagyok. Eltumpult elmémben keresem az otthon. Hallom a fák, ki már itt a föld alól a buklót. Felkéget meg mennyország, kirabolt égboltok. Itt akar a sötétség, Régóta itt fekszem már ebben a kerék nyomban. Én vagyok az otthonban, ha, ha, csak, ha, vedelek, csúszok a padalá. Túl nagy rám a szerepem, tiszta lelkű vagyok, de a most minden szeretem. A doktor pont most adta ki a leletem az otthonban, ha vagyok, megtaláltam a helyemet. Ó, vagyok itt a második otthonban. Te szétestél, más meg szakadós otthonban. Ha titeket feljogosít divat empátiátok, a divatgatyába dudorodjon ki a tipinátok. Jövünk, mint a szitek, a fogadtatás ideg. De bennem van az ideg, és ezt észre sem veszitek. És ez elég szopó, ettől leszek lokó. CMP Peri Grosso, azt mondja, baba szakogó. Változnak a szomszédok, mint az évszakok. Ahogy mondtam, a zen, a zene, én vagyok. Egy gangster, fulli meg a szlepjük. Szas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 z
Lég a gangster, Koli meg a slepjük. Lég a gangster, Koli meg a slepjük.
az a szar, azért kapjuk megszedjük. Mi itt egyben vagyunk, mi csak együtt. Kéke Gangster, Koli meg a Slapjük. Bam, bam! Látszik, hogy koncepciósan fel volt építve az egész, hogy jöttetek nagyon lentről, aztán a végén teljesen kibontakozott mindenki. Voltak keményen sötét vibe-ok, néha egy picit ilyen szorongás is rám tört. Megjött ez a Gélei gyerep, meg senki nem játszani ott, meg jó pofáskodni. Hey, gyere, ott van éhes otthon, bazd. Ja. Hol vagyunk otthon? Zoli! Ja. Ez az én otthonom, vajon kinépe? Most már senki se! Ez az én otthonom, vajon kinépe? Most már senki se! 10 évesen minden napnak mosolyjal köszöntem. Sosem maradt sokáig felhő fölöttem. Ha rá gondolok, milyen volt gyerekként otthon, anyám húslevesére még emlékszik az orrom. 2010-ben anyám szokt egy agyó. Képzeld, egy gyerek az a szoré vagyok. Jaj, de nagy fanfekt a kékestető, hogy itt mindent rappel egy faszméregető. Ez az én otthonom, ez egy zárt család. Itt nem látjuk szívesen a rúzsa szár. Ez az én otthonom, vajon ki néz be? Most már senki se. Valaki még éppen egy látszívű fűre, semmit sem tűrel, egy fogykos tündél. Már a tendász, baby, hova tűntél? Hova tűntél? Hey, vele papor, tele az orr. Kukorica, dara, a vacsora. Amiben voltak benne állnak, otthon a lett a családnak. Puszi a mocsának, onnan mégis csodálnak. Pedig a szarból húzott palottát, próbáld az meg szabotát. A dumámmal a kapunát baszunk, a srác csésben. A második emellett mégis mindenki rászokik. Rájzóni szállok, nem léteznek határok itt. 100 proli rám vonyi, bárhogy csinálom fel háborít. Kár ezzel számolni már, bárhol otthon érzem magam már. Mégis mindig minden emberrel tele a kár. Vár otthon a párom, de mindig várt egy pár. Mégis az volt a legjobb, mikor ment a fűszár. Mert az én otthonom, vajon ki néz be? Most már senki sem. Mi otthonunk, vajon ki néz be? Most már senki sem. Ez a mi otthonunk, ez egy zárt család. Itt nem látjuk szívesen a rústja szállt. Ez az én otthonom, vajon ki néz be? Most már senki sem. Ki voltatok az a csapat, aki beengedett a négy fal közé is minket, és kicsit megismerhettünk mindenkit személyesen. Szóval az otthon, mint érzés, az így egy ilyen személyesebb hangvételű dolog volt. Tök jó volt olyan produkciót látni, amiben női előadók is vannak. És igen, nekem is nagyon tetszett az otthon megközelítés. Olyan éneket meg dallamat is vittetek az egészbe, ami szerintem egy ilyen tök jó ellenpontja volt a rappeknek. Mi, mert ez nem szól. Yeah. Köszi. Jó. Ez mi? Már az. Yeah. Ez még nem az. Várj, ez micsoda? Mi? Nem hallom. Ez az. Ja, ez az. Nekem ez otthon, neked ez idegen, mert a spanyolim a cipelem a szívemen. Nekem ez otthon, neked ez idegen, mert a spanyolim a cipelem a szívemen. Sokan nem gondoltak volna, hogy ez a törpe sokra vizet. A városom az pitrangó hely, az pécsíti. Nagyon keveset adnok el, senki ne feledje el. Nem mondom, mi a legfontosabb az életben. Nekem ez otthon. Ej, 76-ban vagyok én, sick boys, halogén, top, halom, zirogén, csövesek, skizofrén, huszvég, csatatén, Bait City represent, parafenomén. Nekem az otthon! Hol a gágyik, kínosak a cájit, finomabb már ősszel, ha nyílik az iroda. Iroda, yeah. Csapatom, full készen csapatom, Koli, Bait City. Nekem az otthon! Ott van, ahol egy bizonyos ponton előkerül a kera, és már a cigi meg is sodró. Az otthon, a beatekre rímeket mondok, és a gágyik kiabálnak. Ugye van nálatok honnan? Nekem az otthon! Ahol hazavár az anyám a lakásban, panelok falán átköszön. Az a szó, ami régóta ismerős, itt lettem kisdedből egy felnőtt. Nekem ez az otthon! Szívok, megjött most a Koli gang, a lábunk közül agacsánkból a faszunk az jó tirek. Ez utca slang, nem utca diploma, hogyha megköszönik, yeah. Akkor leköszön minden kiskola. Nekem az otthon! Rámegyek a beatról, csak jár, köztünk most a rendőrt, yeah. Érde kopik jár. Yeah. A szörfös a Koliba, áztatja be a gumót, belepi a csárszak, hordít fel a komot. Neked ez idegen! Nekem ez otthon, szól a hip, és nem maradok hoppon. Neked ez idegen, nekem ez otthon, szól a hip, és nem maradok hoppon. Elfelejtettem azt, hogy egy
egyéni versenyről van szó, annyira csapatként láttad a titeket, kb. Az volt meg, hogy maradjatok együtt. Beraktátok a színpadot, ami nekem nagyon tetszett, és így megjött a buli feeling. Tehát, hogy nem egy ilyen tehetségkutatóba éreztem magam, hanem ami random hip-hop bulinak. Foli nagyon jól láthatta ezt az artista hip-hop mozgás kultúrát, úgyhogy tök jó, nagyon király volt. Hogy 17-40 körül találkozunk itt a nagy teremben, és addig mindenki más pihenjen, és itt ala. Köszi! Az elején amúgy szar lenni. Ti úgy értelmeztétek ezt, hogy itt úgy feleződik le a brigád, hogy lefeleződik a brigád, és hogy nem csapatonként? Ja, én úgy értelmeztem, hogy az egészből, és lehet, hogy lesz olyan, ahonnan nem esnek ki. De ezek szerint nem, ki van a faszom igazából. Én nagy probléma leszek majd a Zoli csapatával. Nekem az elég easy. Én a Szájidével leszek majd. Én meg a Polijéval. Szerintem menjünk sorban el. Az első csapat, az a Gege csapat volt. Jó. Nekem ő volt tök jó. Ő nagyon ilyen easy volt, jó energia, rap is tök jó. Igen. Volt, őt szerintem mindenképpen. És akkor nézzük meg, hogy ki az, kik között billegünk. Azt hiszem, hogy a duó volt ugye, meg a másik duó. Nekem ők az off. Nekem is egyébként, nektek meg ők az on, nem? Nekem ők nagyon on. Én abszolút azt éreztem, hogy ők kellenek az egész produkcióhoz. Az a két srác, az tudja, ők tudják ezt a műfajt. Bennük meg szerintem lehetőség van, hogy lekörözzék a többieket. Akkor megvan a szúnyog, és a kettő között fogunk választani, és a Gegének az inputjára van szüksége. Okay. A kapucni is. Lila. Akkor világos, ő jó. Erős volt, igen, szerintem is. Bennük kettőkben nagyon true, kiforratlan vonal van. Benne inkább szerintem. Hogyha vele egy picit egy mentor jól foglalkozik, és hogy ezt a nyersességét megtartja, de kicsit irányba állítják, abban a csávóban szerintem sok van. Nekem ő lelkesebb, mint tehetségesebb. Én őt annyira nem éreztem, pedig az elején valahogy nekem ő, tehát hogy tőle vártam valamiért. Na, egyébként szerintem a csapat is jó. A csapat amúgy. Az nem volt rossz. Nekem annyira nem jött be a csapat. Nem? Nagyon egyszerű lesz dönteni. Igen. Mert hogy nagyon kijöttek a karakterek itt, mert a csapatban nagyon eltűntek. Ja. Figyelj, mi csak kurván rátárányból indultunk, csomó szempontból. Adogatni kellett a mákot, rohadt sokan vagyunk. Nem lehet annyira megmutatkozni, főleg ha az egy csapat ötem van. Nem félnék a helyetekben, fiúk. Igen? Félek akkor. Én most nekem az én embereimet kéne megnyugtatnom, cserébe itt állok. Mert ők nem cigiznek. Most te mit csinálsz itt? Gratuláltam nekik. Zavar téged, hogy gratuláltam? Nem, meg akarom hallgatni, csak van. Nekem nagyon nem jött át a Nikó, egyébként ő énekelt, meg előadott, de maga a rap, meg az ének, meg a hangszíne nekem kifejezetten idegen nem volt kellemes. És Ozi? Ozi érdekes volt. Szerintem először ilyen Sissy Flow-t éreztem, igen, meg ilyen izét. Érdekes. Én őt még megnézném, hogy mit tud magával kezdeni egy ilyen környezetben. Akkor legfárt tuti. Megvárt, tuti. Igen, nézzünk rá egy azért és Nikó videóra, a VS-re. Zoli, te kit vinnél magaddal? Hát én az öt sajátomat. Többiekből meg egyet. Szerintem a Szaida továbbjutó, ő maga. Nekem a színpadon ő tesszett, de leszavaztuk. És Téboly? Ő nem. A Tébolynak volt egy stílója, és azt az energiát én éreztem benne, de talán lehetett volna elvontabb. Ja. Az a parra, hogy nem azon izgulok, hogy bejutok el, hanem hogy kijut be a csapatból, mert amúgy én értetek izgulok inkább. Tehát, hogy nem magamért, hanem így vágod, hogy a csapatért izgulok. Igen. Nekem olyan volt, hogy egy csuporba szűnt van anyánk, de sok. Jó. Vagy az opozitot, vagy a kardos, de szerintem inkább a kardot. Kardos? Wow. Azért, mert szerintem neki van egy ilyen tök egyedi flow-ja, ami itt most annyira nem jött ki jól. A Leki mellé akartok egy csaj. Egy csaj. Igen. Ezzel meg könnyítszatik a dolgomat. Nagyon de? Nehéz döntés, mert nekem mind a kettő közel a szívemhez, meg tetszik, amit csinál, de én azért őt, vagy ő énekben is nagyon jó. De hát a Dezső, a Karma, hát ő kurva nagy hátrányban volt, mert hogy nem tudod gyakorolni. Iszonyat jó a szöveg. Oké, srácok, akkor
itt az idő. Ezen a ponton nekem már így fáj komolyan, hogy így bárkinek is ki kell esni. Kurva jók voltatok, de hát ez egy ilyen játék. Viszont minden csapatból hárman tovább fognak jutni. Kóli csapatából, Pécsről a továbbjutók. Sallai. Yeti. Sick Boy Kidi. Said csapatából a továbbjutók. Nafta. Bullet. És Ízé! Ízik a továbbítők a gegénél. Bunkómen és Gyökér. Szunyogtes. És a Caps Lock. Gangsta Zoli továbbjutói pedig Bryce. Nikó. És Lekvár Herceg. Akik nem jutottak tovább, azoknak még egyszer gratulálni szeretnék, és elmondani azt, hogy ez szerintem egy jó visszajelzés arra, hogy idáig eljutottatok, hogy ne adjátok abba. Remélem hallok felőletek Spotin vagy valamelyik fesztiválon. Beszéljünk róla. Nagyon örültem, hogy is nyertelek. Jó, voltunk, nem azért írtam azt a refrénben, hogy ez de jól hangzik, hanem láttam a többieket egy kicsit, és azt láttam, hogy ők együtt vannak, mi meg egyben vagyunk. És ez kurva jó cucc, ne engedjétek el, meg ne engedjük el egymást. Bro, örülök, hogy találkoztunk, és fasza voltál, gratulálok. Sajnos ezt a hátrányt, ezt nem így, egyszerűen nem lehet így. Ja, hát ez itt egy szopó, ez itt egy nagyon szopó feladat volt neked. Nem fogod abba hagyni, ugye? Akkor reméljük megérni. Legközebb abba jövök, munkás rohámhoz. Ez így. Majd nekik különösen tudom. Tehát nem kellettem én hozzá, tesó. Köszönöm, hogy Miklós! Sokkal! Királyság! Kösz szépen! Elég gecik vagyunk? Elég nagyon helyes, jó. Izgultatok? Nem hallott szódot, hogy elhoztam két. Nem is valami, hogy tovább jutok el. Én az elsőn se gondoltam, hogy tovább jutok. Gratul a bátya, nagyon geci jó. Köszönöm. Holnap érjetek haza legkésőbb éjjel 3-ra, jó? Ne itt dölöngéljetek egész nap. Én vagyok Magyarország legjobb rappere, bocsánat, én vagyok Magyarország legjobb rappere, szofisztikált a nyomom. Már csak szakállat kell nevezteni. Csak az irodalom, csak a helyes írás, ide is van tetoválva. Ezért szabály, szabály. Rapperek nagyon-nagyon kimaszt gyerekek, ne barátkozzatok rapperekkel. Ez mondjuk jogos, ez nagyon jogos. Pocsi. Jó uram, következő sorduló érdekel. Nem tudom, mik lesznek feladatok még, de szerintem nem egyszer ura lesz véve. Egyetlen egy hangban fejezzétek ki, hogy mit éreztek a továbbjutások miatt. Nem hiszem el! Ugi, mi je? Ez is én vagyok. Most, hogy megtudták, hogy tovább jutottam az Open Mic-on, kirúgtak. Úgyhogy most munkanélküli feltörekvő rapper. Úgyhogy igen, de egyébként a dű az nagyon inspirál.
Itt nálunk úgy van, hogy a szavaknak súlya van, ezt elég fiatalon megtanultuk, hogy csak úgy nem pofázunk. Amikor felálltam most legelsőnek a színpadra, ott valami plusz volt, ami még eddig nem volt. Az volt a legelső zeném, amit felvettünk, és egy hiteles embertől akartam kritikát. És amikor Said ilyen véleménnyel jött, hát nem hittem a fülemnek. Még én nem hiszem el, hogy van rapper énem. Nekem ezt is nehéz feldolgozni, hogy mondjuk tovább jutottam. A vaszrozi. Elsőnek egy naplónak indult, hogy kiírjam, hogy most ezt miért gondolom, mert voltak hülye gondolataim, és akkor utána abból rím lett. Véletlen, aztán jött az alap, piszkáltak a barátaim, hogy hát most már ezt vett fel, azt valamit csináljál. Szevasztok, kis libá! Jó minden. Neked? Befele? Nem oda. Na, most fíjtek tőlem, ne arra menjél. Mi van, Rozi? Nem lehet tőled pihenni se. Menjél arrébb. El vagy anyátlanodva most. Hogyha sok, egy kicsit pest, akkor hazajövök, lefekszek a kis hordágyamra, elszívok egy cigit, és hallgatom a birkákat, a csirkéket, a malacot, és itt csillezek. Szoktam mondani édesapámnak, hogyha tehetném, akkor én Lóhátra születek, és ott vagyok a betyárok falán. Ebből biztos vagyok. Nem tudok mást adni, csak magamat. Ezért nagyon sokan utálnak, de ennyien szeretnek is.